Otthonom a kunok földje. Látom a szikes földön nyíló kamilla virágot, a Zádorhíd mellett legelésző rackanyájat, a kunhalmok lankás lejtőit, a végtelen pusztában feljövő nap vörös tányérját, a szélmalom integető vitorláit és a templomok vigyázó tornyait. Olyan otthon ez, ahol az emberek szavak nélkül is értik egymást, és ahol a kimondott szónak becsülete van. Nálunk a tettek alapján ítélnek, itt a rest nem sokáig marad meg. Ezen a szikes földön keményen meg kellett küzdeni mindenért. Az itt élők megbecsülték nehezen megteremtett értékeiket, önállóságukat, s mindig ragaszkodtak gyökereikhez. Az egykori kiváltságoltakra jellemző öntudattal vallják ma is, mindig kellenek a jó célok, a célok eléréséért dolgozni tudó szorgalmas emberek, az összefogni tudó családok, a kis és a nagy közösségek egyaránt. Büszkék lehetünk kun őseinkre, hiszen mindig ott voltak az első sorokban, magukat nem kímélve küzdöttek és helytáltak a magyarságért.